Magabiztosan nyert Békés Csabán, és ezzel tovább jutott a labdarúgó magyar kupában a DVSC az új vezetőedző Máté Csaba bemutatkozó mérkőzésén. A Loki 4-0-ra nyert idegenben szombat este, Bárány Donát pedig 4 év után ismét mesterhármast szerzett tétmeccsen. Először ült tétmeccsen a DVSC kispadján Máté Csaba. Az új vezetőedző bemutatkozásán az első nagy helyzet a Békés Csabáé volt. A 6. percben Megyerinek kellett bravúrt bemutatni. Nem sokkal később megszerezte a vezetést a Loki. Bárány Donát volt eredményes egy szöglet után. A debreceniek még az első félidőben megduplázták az előnyüket a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs szabadrugás góljával. Szerettük volna, hogy így legyen. Nagyon örülünk neki, hogy ez meg is történt. Tényleg jól alakult a mérkőzés, korán vezetést tudtunk szerezni. Azt gondolom, hogy kontrolláltuk a meccset a nehéz körülmények ellenére, mert azért itt nem egyszerű kontrollálni a meccset. És azért az történt jobbára, amit mi szerettünk volna. A DVSC a szünet után ott folytatta, ahol abba hagyta. Ferenci beadásából Bárány a 2. gólját is megszerezte. Egy óra játék után Kocsis harcolt ki büntetőt. A 11-est a kijelölt rúgó Dzsudzsák átengedte Báránynak, aki magabiztosan lőtt a hálóba. Ezzel 4 év után szerzett ismét mesterhármast a Lokiban tétmérkőzésen. 2-0-ra tudtunk menni a félidőre, de beszéltük, hogy mindenképp úgy álljunk hozzá, hogy nem szabad itt már gólt kapni, és biztosítsuk be a győzelmet. Aztán lett a fejes gól, és Bazsinak meg szeretném köszönni, hiszen nagyon nagy szám, hogy átadta nekem a büntetőt, és megadta a lehetőséget, hogy mesterhármast szerezzék. A DVSC 4-0-ra nyert, és tovább jutott a Magyar Kupa 4. fordulójába. A következő ellenfél még nem ismert, a sorsolást hétfőn rendezik.